A székelyek története. Hol volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren es túl, volt egyszer egy nagy székely falu. Madék falva volt a neve. Egy hideg téli hajnalon ágyúszóra ébredtek az emberek. Mária Terézia leágyúztatta az egész falut. Volt ott sírás jajgatás. Aki meg nem halt, el tudott futni, elfutott az erdőbe. És onnan elvándorolta a Bukovinába. Keserves tél volt. Öt magyar falu lett belőlük. Dolgozgattak, s közben elszaporodtak. Sokat szenvedtek. Idegen földön, de gyökere teresztettek. Viseletüköt megtartották, s anyanyelvüköt megőrizték. Emiatt sokat szenvedtek. Magyarul nem tanulhattak, csak titokban. S így éldegéltek, amíg el nem jött a második világháború. Ezzel ültek az ország nagy emberei, s elhatározták, a székelyeket haza kell hozni Magyarországra. Hely, Istenem, micsoda öröm volt! Menjünk haza! Csak az idősebb, tapasztalt emberek nem örvendtek. Itt hagyni a szülőföldet, idegenbe menni, mire s hova, újra kezdeni az életet, elhagyni a szép galambúzos faházakot, megint vándorolni. De ha eljött, akkor mindenkinek jönni kellett. S így indultak útra. Két heti hányódás után megérkeztek a Báskába. Egyenes vidék volt, szerbek lakta terület. De a nyugtalanság mindenki szívében ott volt. Ez nem a milyen, mondogatták az emberek. Pedig hányszor mondták, itt élnetek, s halnotok kell. Elvitték. Sok falu lett belőlük. Építettek, dolgozgattak, tervezgettek. De nem sokáig. Rövid három esztendő után, egy vasárnap délután kidobolták, egy órán belül mindenki hagyja el a falut. Hamarjában összepakolni, vinni, amit lehetett. A szekérre sátrat csináltak, a szekér derekában tulipántos ládát, s abba, amit lehetett. Főleg az ősi kincset, amit szülőföldről hoztak, azt belé pakolták. A talisnyába egy kicsi ennivalót, s így indultak útra. Minden ott maradt. Októberbe, hova, s merre, egy csomó gyermekvel. Egyik út közben született, a másik öreg meghalt, s az élet így ment tovább. Így éltek sokan Zalába. Tavaszig meghúzták magukhoz. A többi máshol dolgozhatott gazdáknál, hogy enni kapjanak. A férfiak katonák voltak, s aki itthon volt, bunkertársni állt. Tavasszal eltelepítették többségüket Tolna megyébe, s jelenleg is itt vannak. Német lakta terület volt, kitelepítették, de volt, aki ott maradt. Itt élni, dolgozni, újra kezdeni az életet. Ennyi vándorlás, csalódás után. No, de megbarátkoztak a sorsukkal. Nem vetik egymás szemére, hogy te miért jöttél ide. Összeházasodtak. Nagyon jól vannak. Építkeznek, szép házaik vannak. Kacsalábon forró paloták. Élnek boldogan, amíg meg nem haltak. Itt a vége. Ez visszaigazolt. Thank you.